Do you think that he should play in a concert maybe? Did you think about it, that he should have joined the concert? I can't remember that, but I remember at the time, they were like, yeah, that guy's incredible with the reed. And I think they were trying to think of how they could maybe, maybe not the concert, but like incorporate it into a track or a new song or something. And I remember that's kind of happened in other places. Like we went to Georgia and we had all the amazing, you know, Georgian polyphonics, you know, singing guys. And I remember trying to record loads of them for the band to try and incorporate that in it. But I wonder. I mean, they use a lot of kind of, you know, different instruments, incredible. And so they might have actually even sampled something that you never know, and then rechanged it or something. Igazából erre konkrétan nem emlékszik, hogy volt-e erről szó, de az biztos, hogy ez hatásra szokott, és talán egy számba utána bekerül, vagy kicsit áthangszerelve meg is jelni. Például Grúziában, abban teljesen biztos ott is jártak a klasszikus, a polifonikus ének, ez a tipikus grúz ének, akkor vettek is fel ebből ilyen minta a felvételeket, és azzal dolgoztak is utána gyakorlatilag. De hát az például erre egy példa. Tehát konkrétan koncertfelvétel is talán nem, de egy album felvételbe lehet, hogy belekerül majd. Mennyire maradt Magyarországon, és mik a tervei? Yeah, I'm very grateful I was invited to this, and you know, and it's great. I've been to Budapest before, obviously with Placebo. I seem to go around the whole world with them. But yeah, no, I've just arrived today, strangely from Cork, where they make Jamesons, which is very strange. Mm-hmm. I don't know why. But yeah, I have no plans, so I think what's the best thing to do in Mishkol? I can never pronounce the name of the town, Miskolc, even though it's got no T or Z. Yeah, yeah, any recommendations? I've heard there's some good bars, I was like. Yeah. Yeah. No, like the cave bars. Is it? No, not bars. There's probably good ones as well, too, I imagine. Tehát Budapesten már járt a rendező úr, természetesen Placebóval, és ma érkezett amúgy Korból, de most ugye Miskolcra kíváncsi, úgyhogy bárkinek ilyen jó program javaslata van nyugodtan itt a beszélgetés után, szerintem lehet hozzá menni. A Barlangfürdőről már hallott, úgyhogy ez megvan, meg esetleg a párok, és nem tudom, hogy süket vagyok, és tehát lehet nyugodtan programajánlatokkal jönni. Majd egyébként Korból érkezett, ahol a Jameson Whiskey-t készítik, úgyhogy. Tehát gondolom nem hozott a bőröngyében, főleg, hogy csak kézifogyasztó. Jameson with you in your luggage. Yeah, yeah, no, I left it there. Coming to the festival. But that's what's great about film festivals, is, you know, they don't have to be in, like, the capital cities or different like that, and it's just great to kind of get out to see different parts of the world and then, you know, have like-minded people talking about films and seeing different cultures and stuff. I like it. Film festivals are great. I love it. És azért is jó a film fesztiválokon menni, mert nem kell feltétlenül, hogy a fővárosban legyenek, hanem lehetnek más helyeken is, kisebb helyeken, nagyobb helyeken, és olyan jó, hogy különböző kultúrájú emberekkel lehet találkozni, akik nyilván fontos, hogy nyitottak legyenek, hogy egy párbeszéd alakulhasson ki. De ez nagyszerű az ilyen filmfesztiválokban, és már az előbb is mondta, hogy nagyon-nagyon hálás a meghívásért. Did you expect this kind of international interest in the movie, or did you have an idea it will be so successful that it's been to many festivals, it still has many festivals ahead, or it was the aim, actually, the destination you had? No, I think
when I made this one, I had no idea, and also it was, you know, like any film, like any filmmaker who ends up getting a film on a screen like this, the amount of kind of troubles and arguments and turmoil to get it there, it's just, you know, it's unbelievable, amazing. And to get this here, that's why it's taken kind of for like 3 years to kind of make this. It's just kind of convincing people that it's going to be good and this is going to happen, and we need a bit more money and we need more time and we need more people and all that stuff. So, you know, when we finished it, like, I didn't have a clue. I was just making the film. The management maybe had a clue they were going to sell it on a DVD, but luckily no one buys DVDs anymore, so that means I had to get it shown on like a great screen like this. And then that's the, when we showed it in Russia, you know, everyone was super surprised that they were like, wow, this is great, people really want to see it and hear about it. And then now it's been, you know, it's won, I think, 5 awards. And one of the awards was an academic award, the International Academic Forum of International Affairs or something, which was, we were just, you know, blown away. Because hopefully it kind of tells a side of Russia that's not normally shown, you know, where, you know, normally like it's either the Russian side or it's like the kind of West side. There's not a kind of, just a kind of ambiguous middle ground and bits and pieces and things. So, no, we didn't have that intention at all, really. And we're just, you know, every day we love it. We can come to all these different places and see it on a big screen. That's the ultimate. Tehát akkor az Robinnek fogalma sem volt, hogy ilyen sikerről, csak csinálta a filmet. Nyilván azt látta, hogy egyre több dologra van szüksége, hogy egyre több ember, egyre több nap, egyre több pénz kell, hogy befejezze ezt a filmet. Tehát gyakorlatilag csak ment előre a filmkészítés folyamatában, de akkor tudom, lehet, hogy a menedzsmentnek, ugye a zenekar menedzserének voltak erre ötletei vagy elképzelései. Azt hallotta például, hogy DVD-n szerették volna megjelentetni, de például hál' Istennek manapság már nem nagyon vesznek DVD-ket, ugye, úgyhogy inkább maradt a mozi, meg a nagy vászon, nagyon sokkal jobban szereti ő is látni a filmet. Ugye Oroszországról már beszéltünk, hogy az hatalmas meglepetés volt a számunkra, hogy az emberek mennyire szerették ott a filmet. Tényleg azért is, mert ugye nem egy olyan országot mutat be, ugye van az, hogy a nagyon nyugati és Oroszország, vagy a nagyon kelet, és hanem egy kicsit a kettő közötti részleteket is bemutatta, meg egy ilyen egyfajta mozaikot az országról gyakorlatilag, de hát ez is nagyon jó volt a filmnek, és az, hogy díjakat nyert, 5 díjat nyert, most már egy ilyen nemzetközi rajongói díjat is kapott, de gyakorlatilag nagyon örültek mindenfajta elismerésnek, hogy tényleg értékelik az embereket, vagy az emberek a filmet. What I can add to that is that, you know, what I say to myself now is that, you know, always approach something like, you know, it's going to be the biggest thing ever, you know, and always put everything in, because I feel that's it. Like, if I didn't put all those extra hours and bits and kind of believe that something was going to happen with it and things like that, then I could have just, you know, got a paycheck and gone home and it would, I'd never be here or something. So. Yeah, I think, you know, I think this film definitely shows that it's all about just kind of just keep going, whatever. kind of thing. És igazából az a legfontosabb üzenetem, ami nagyon szép, ilyen elbocsátó szép üzenet lesz számomra, most sem jelezték, hogy mennünk kell, hogy az ember bármit is csinál, mindenképpen minden energiáját és minden lelkesedését fontos, hogy bele lesse, hogy higgyen abban, hogy ez lesz a legjobb dolog, amit valaha csinál, és csinál, mert különben hogyha ezt nem tenné, akkor csak otthon maradhatna, olvashatna, vagy lógathatna a lábát. Ővel is ez történhetett volna, és neki ez a film ebből a szempontból nagyon fontos, hiszen ha nem lett volna ez a film, és nem így állt volna hozzá, akkor ma is erősen lenne itt velünk. Thank you very much. I think our time is gone. So, köszönöm a figyelmet, és hogy itt vannak a kérdéseket, részvételt, és akkor hát még itt leszünk, úgyhogy lehet jönni, főleg a program ajánlatokkal, én is kíváncsi. Thank you very much. Thanks for coming. Thanks. Köszönjük.